nagyon nagy öröm, hogy már 12 éve megrendezésre kerül a Harcsapatokás főző verseny. Szalai Duda, Jani barátom és Nagycsai barátomat közösen lett ez kitalálva, és azt gondolom, hogy bátran kijelenthetjük, hogy Magyarország legszebb rendezvény tere ez itt a Tisza partján, és ez egy nagyon jó dolog. Hát visszaköszönnek, például itt voltam az egyik asztal, 4 évvel ezelőtt a színpadon köszöntöttem a születésnapot. Szóval egy kicsit olyan haza is jövök ide ebbe a közösségbe, és hát gasztronómiailag meg csoda, amit művelnek, és igaz, hogy 150 csapat van, de egy-egy csapatban sokszor van 30, 40, 50 ember is, a nyugdíjasok 50-en jöttek ki, szóval hát közel 3000 ember főzik ezen a téren, és hát nagy dolog, hogy a gasztronómia, a magyarság, a magyar kultúra és az egymás iránti tisztelet összehozza az embereket. Ettől vagyunk mi különlegesek magyarok, hogy akár egy étekért, a harcsa paprikásért, amit kimondottam, egy magyar étek, és nagyon finom, és én is nagyon szeretem, és nagyon sokat készítettem, de összejött ide, összehozta az embereket 12 éve, hazajönnek, és mindenki ismerősként köszönt egymásnak, és nekünk is, és ez boldogság tölt el bennünket. A Jóisten áldja meg a szervezőket, hogy ilyen helyre tették ezt a rendezvényt.